Itt a szekszárdi buszpályaudvartól nem messze támadták meg az idős férfit. Budapestről érkezett, épp az osztály találkozójára sietett. A 15 éves fiú előbb elgáncsolta, majd kitépte a táskát a kezéből. Minden értékét magával vitte az erőszakos támadó. Az idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A fiú cselekményét elismerte, és elmondta, hogy a férfit pénzszerzési szándékkal rabolta ki. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a fiú egy másik társával együtt a cselekményt követően rövid időn belül az ellopott bankkártyával, a férfi ellopott bankkártyával pénzt próbált meg felvenni, ami azonban sikertelen volt. Éppen ezért a támadónak nem csak csalás miatt kell majd felelnie, hanem csalás és még más bűncselekmény miatt is nyomozás indult ellene. Tekintettel arra, hogy a 15 éves fiú a bankkártyán kívül a férfi iratait, valamint BKV bérletét is ellopta, ezért őt okirattal visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is kihallgatták az ügyben. A fiatal támadónak tehát legalább 3 bűncselekmény miatt kell felelnie. Úgy tudjuk, hogy a nyomozók egy másik, 16 éves gyanúsítottat is kihallgattak az ügyben.